Na szervusztok, itt hagytuk abba. És most nincs a zene. Remélem megint lejátsza. Érzékeli, hogy itt vagyunk. De szép. Csak futunk a kékségbe. Bukfencezünk. Tigrisugrás, minden. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. A zenét nem játsza. Vagy most? Azaz, jön a zene. De ilyen gyorsabb, ilyen düdüdüdüd, ilyen zene volt, hogy na most a gyerek nagyon örül, beizgult. Na mindegy. Majd beizgulunk később. Kiabáljunk rá. Köszöntöm. Oké, itt megyünk fölfelé. Ahogy tudom, veszem föl, és így úgy fogom, hogyha tudok több időt egyszerre játszani, akkor inkább úgy fogom, és akkor majd ilyen részekre vágom később, mint Uncharted-del csináltam meg a többivel. Beváltokás. De úgy néz ki ez nekem ez a sztori, mint a Herkulesnek a sztoria lenne, mint egy kis istenség, tehát istenek valamilyen görög istenségnek a fia, vagy valamilyen felső hatalomnak a gyermeke lennék. És eltévedtem volna, és most vissza kell találnom, és én tudom, azt hiszem a Walt Disney-ben 7 vagy 10 volt a Herkulesnek próba, amit meg kellett csinálnia. Hát a történet szerint 12 próba volt. Herakles 12 próbája. Amit meg kell tennünk most. Legalábbis hasonló. Ez mi? Ó, lehet pörgetni. Na, ez valamilyen puzzle. Jó, oké, jó, nem, jó. Oké. Tehát értitek, hogy miről van szó? Irányítom az egészet, gyerekek. Nagyon komoly vagyok. Ide föl, és akkor benne vagyok a profilba, igaz? Nem. Nem vagyok benne? Na, benne vagyok, csak... Kólázzunk. Osramnak a jele. Glöbér, ne? Na, minden esetre már van egy út, amin menhetünk tovább. Ez eszméletlen, gyerek. Nézzétek már! Na. Nem mondok semmi mást. Nézzünk körbe. Hát nem gyönyörű? És ahogy pörög az a golyó, úgy pörög az idő. Nem semmi. Lendületben megpörgetem, így egy évvel elmegy. Körbe-körbe pörögni. Fénylik nekünk az ajtó, valami arcot látok. Meg ott van a piros köppenyes rokon. A róka koma is ott van. Megbizonyosodtak róla, hogy jó helyen vagyunk, hogy megkövessük őket. És már el is tűnt, persze. Ó, oké. Hát itt most sötét van. De fénylik az út legalább. Szuper. Indulunk hazafelé.
Nincs fény. Csak énekel, dúdolgat. Arra nem lehet menni. Ó, itt van egy szoba. Észrevettétek, hogy a dúdol, tehát így a hangunkkal irányítsuk, tehát kontrolláljuk a fényt. Ha csak így dúdolgat, akkor így feljebb megy így ilyen szépen a fény. Ha meg rákiabálunk, akkor azért törik el a váz a rezonanciától. Nagyon érdekes. Itt se lesz semmi. Fény az van. Oké. Itt tudtunk tovább jönni? Itt már voltunk? Hát, hogy voltunk már csak újra. Nem, nem voltunk, de felesleges. Itt be se tudunk menni. Igen, itt már voltunk. Akkor erre. Vajon mi ez a telep? Amit egy Atlantisen elveszett ilyen népség lennénk. Ott arra talán lehet még tovább menni? Lehet. Lehet még? Lehet. Hát akkor most ez mi lesz? Arra mutatott valami fény. Akkor nézzük meg a lámpákat, hogy melyik merre visz. Jó, ez most jól elvisz minket. Csináltunk egy kis fényt. Ott van a piros köpenyes. És egy sötét hely. És mutassa az utat, a fény, oké. Valahogy oda közepére el kell jutni, gondolom én. Egyre sötétebb. Ott valahogy, értem. Hát, egy szép kis puzzle a sötétségben. Úgy. Talán most, igen. Ne félj! Ez mi? Zene nagyon szép. Ha! Szegény Kim. Csak kiabál egész végig. Bejátszás. Ott a róka kuma széllel.
néha-néha így elődobál ilyen puzzle részeket a játék, aztán megy tovább az adventure, ugrálás, stb. Szépen játékosan rávezet minket a lényegre, hova menjünk. Piroska apja. Piroska apja mutassa az utat. Hát oké, kövessük. Mert érezzük, hogy közünk van hozzá. Aztán be lehet menni. Itt is elég sötét van. Hiába kiabálok. Ó, de ott a nagy fény. Megyünk a fény felé. Erígy a fény felé. Vihar. Olyan, mint az álom, amikor futsz és nem jutsz előre. De most látom, hogy azért megyünk. Még imádkoztunk egyet. Köténykénk. Azért kérném vissza. Na. Ne csináld. Nem tudok se futni, se bukmentezni, semmi. Csak menni. Magától csinált minden. És persze, hogy... Ó, ez nem jó. Ez nagyon-nagyon nem jó. Ezek az emberek, ezek a lények. Kővé dermedtek, vagy mi? És azok a feketék... Ezek sóbárványok, vagy homokbárványok lettek? Vagy most mi történt velük? Ott látok valami, ott a róka. Menjünk. Csak ijedezik a kisgyerek. Fél azért, hogy kik ezek. Fél. Fél tőlük. Ott valami nagy darab, valami. Róka mutassa az utat. Gyere velem, nincs gond.
semmit nem látunk. Én itt nem tudok bemenni. Ó, ott egy nagy darab madár. Értem. Szóval most jön az első boss. Boss fight. Hát a madárra rákiabálunk, nem hiszem, hogy elmegy. Itt mi van? Itt semmi. Itt megint az idővel játszunk. Na gyere! Itt a csúnya madár. Olyan, mint a Kongból. A Kongból, a Skull Islandból. Koponya szigetéből az a izé. Szárnyas lény. Róka, mutassa az utat, hogy arra kell, kell a gömb, igen. Emberek itt nem laknak? Oké, ott van egy, kettő, és ott a harmadik. Az ott egy hajó? Meg akarja védeni. Ez meg lát minket föntről. Na öcsém, most én komi van. Menjünk ide. Siess! Elkap minket. Nincs mese. Merre? Jujjuj. Gyorsan. Bejutnunk, nem tudom, oké. Okay. Mussunk el ide, jaj!
kulcs kell. Siess. Oké. Itt nem tudok kimenni. Oké, látlak. Jövök. Futás. El kell intéznünk ezt a madár problémát. Ez egy fal. Ha! Hát, pörög a fal, oké. Erre jó. Itt a kulcs. Ezért vihart kell csinálnunk. Itt vagyunk fent. És oda most el kell jutnunk a kulcssal. De messzire látszik, hogy amúgy nagyon messze lenne. Jaj. Siess! Most nagyon közel jött. Nagyon. Már le is jött a földre. Most összeszartam a bokám. Nagyon félek. Menjünk. Ideges a madár, nagyon. Kus, itt vagyunk helyen, jó helyen vagyunk. Szóval valószínűleg a madár vitt el minket jó messzire. Ott a nap és a hold. Meg lehet nézni. Ilyen a kocska. Magát adja a játék. Vajon itt is magát adja majd? Csillagok, mondjátok el nekem. Itt semmi. Itt a napocska. Az a nap. Hú,
úgy az ott úgy eltakarja, de ott most meg nap le. De én eltakarom. Na, hát ez van, így kell, logikusan. Oké, okay. Gekko, Gekko, jöttél. Ja, még azt mondja, vajon itt a madár még? Itt van. Legalábbis nagyon úgy néz ki. Aha, az is van az védő izé, Kukli. Gyere, ne hümmögjél. Azaz. Nagyon közel. Csak lesen, mi? De. Na, hát most ennyi volt. Remélem nem jön vissza. Én nem folytatom.